Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A múlt heti weekend adását a legnépszerűbb magyar írókkal zártuk, most ezzel fogjuk folytatni. De szó lesz zenészekről és tehetséges matekosokról is. Mindenek előtt azonban jöjjön 2020 egyik legkedveltebb írója, Fábián Jankával telefonon beszélgettünk a történelmi romantikus regény fogalmáról, de az is kiderül, hogy az írónő olvasta-e a Harry Pottert. 2020 egy nagyon érdekes év volt, talán az önismereti könyvek voltak a legnépszerűbbek. Te ezeket hogyan láttad, mit tapasztaltál ezekről a könyvekről? Van-e neked mondjuk kedvenc ilyen önismereti könyved egyáltalán? Én bevallom őszintén, én nem szoktam ilyeneket olvasni, tehát ez lehet, hogy ezzel kisebbségben vagyok, sőt biztosan. Ugye szerintem én ismerem magamat, szóval nem hiszem, hogy nagyon sok újat tudnának ezeknek elmondani. Hát ha lenne valami specifikus problémám, és arra mondjuk lenne egy specifikus könyv, akkor lehet, hogy azt megvenném, de hogy csak így nagy általánosságban, és akkor majd jól megmondjuk neked, hogy te milyen is vagy, ezt elintézem önmagammal. És ugye egy ilyen furcsa év, és egy ilyen pszichológiai könyvdömping közé bekerült a Könyvváruslány, ami ennek a közelébe sincs, hiszen egy történelmi regényről beszélünk tulajdonképpen. Aki esetleg még nem hallott róla, annak egy picit foglald össze, miről is szól ez a könyv. Azóta már a következő része is megjelent. A top 10-ben valóban a Könyvváruslány került be, mert hát nyilván annyi helyzeti előnyben volt, hogy ő már februárban megjelent, a folytatása az csak novemberben. Hát egy lányról szól, egy fiatal lányról, akinek a története az 1950-es években kezdődik Magyarországon, majd ugye az 56-os forradalom nyomán Amerikába kénytelen emigrálni, mint sokan mások is, és hát ott kezdődnek igazából az ő kalandjai, meg hát az ő felnőtté válása, és nem véletlenül ez a címe, hogy a Könyvváruslány, és hát a folytatásnak, hogy Gyuli könyvkuckója, ugyanis a történet az eléggé erőteljesen a könyvek és egy adott könyvesbolt körül forog. Ez a lány Júlcsi nevezettű, vagy később Gyuli, ugye már Amerikában, ő egy elég nagy könyvmój, és hát a legnagyobb vágya, hogy ő neki egyszer könyvesboltja lehessen, hát ugye ez Magyarországon az 50-es években még eléggé elérhetetlen álomnak tűnik, de később Amerikában, hát így vagy úgy, de teljesül ez a kívánsága. Az adott kornak a történelme is eléggé erőteljesen jelen van. Az 56-as forradalom, hát ezt nem kell külön kihangsúlyoznom, hogy ez mekkora hatással volt mindenki életére abban az időben. És hát utána ugye már többnyire Amerikában vagy, tehát ott az amerikai magyarok életén van a hangsúly, meg az amerikai történelme, és hát a 60-as évek Amerikájában járunk, tehát az akkori elnökválasztás, a vietnámi háború, meg hát az akkori történelmi személyiségek bukkannak még fel így a regény lapjain, de a második részben azért visszatérünk Magyarországra is. Ez így, ahogy elmesélted, elég jelentős történelmi korszakot átölelő mű, de mégsem egy történelemkönyv. Te mit gondolsz, miért lenne fontos az, hogy a mai fiatalok ne csak a történelemkönyvekből tanuljanak egy-egy adott korról, hanem mondjuk egy ilyen regényből is? Nagyon-nagyon fontos ez, nem csak a mai fiataloknak, szerintem a mai öregeknek is akár, vagy a középkorúaknak is. Hát ugye a történelem oktatása az nálunk mindig ilyen neuralgikus pont volt, mert ugye egymás után jöttek a rendszerváltozások, és mindig az első dolog, amit emiatt így átírtak, meg átalakítottak, az a történelem oktatás volt, meg a történelemkönyvek. Tehát tényleg az ember, hogyha több ilyen rendszerváltoztatást is átért, akkor nem nagyon tudott képbe lenni, hogy is volt ez, mert mindig az adott hatalom az a saját szája íze szerint írta át a dolgokat. Hát most én sem történelemkönyvet írok, tehát én például a történészi vitákban sem szeretnék igazságot tenni. Szerintem úgy lehet igazából történelmet tanítani, hogyha közel tudjuk hozni az emberekhez, azáltal, hogy bele tudják élni magukat az akkori történésekbe. Tehát nem csak ilyen száraz adatok, meg évszámok, meg személyiségek, és akkor be kell magolni, hogy mikor mi történt. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy nálad az a kulcs, hogy ne egy száraz történelemkönyv legyen, hogy egy adott ember vagy család sorsán keresztül mutatod be azt a bizonyos történelmi vonalat. Igen, pontosan, mert hát ugye ráadásul azért sem történelemkönyv, vagy nem tudom, ismeretterjesztő könyv, mert én nem törekszem arra, hogy mindent beleírjak, tehát hogy mindent az égvilágon, ami akkor történt. Nem, én tényleg csak azokat a dolgokat írom bele,
amik hát az adott szereplők életében fontosak lehetnek. A könyveim abból a szempontból realisták, hogy hát nem egy fantasyről van szó, vagy egy science fictionről, vagy egy meséről, tehát azért a fantázia az itt nagy szerepet kap, de azért bizonyos keretek között. Mindenki tudja, hogy ez regény, meg kitalált szereplők, viszont gondolhassa azt az olvasó, hogy ó, hát ez akár meg is történhetett volna, ez tényleg így is lehetett meg. Ó, a nagymamámmal történt, vagy nem tudom. Tehát, hogy így ismerős legyen, és tényleg el tudja hinni az olvasó, hogy abban a korban járunk, és tényleg akár ezek a szereplők is élhettek volna, akkor is járhattak volna azokon az utcákon, stb. Stb. Tehát ez igaz, hogy regényről van szó, de ebből a szempontból ez azért annyira nem rugaszkodik el a valóságtól, legalábbis én erre törekszem. Ugye az írásaidban nagyon nagy szerepet és hangsúlyt kap a romantika is. A romantikus itt az én esetemben legalábbis azt akarja, hogy hát nem ilyen rózsaszín felhőkben járunk, meg cukormáz, meg stb., meg mindenki boldogan él, míg meg nem hal a végén, tehát egyáltalán nem erről van szó az én esetemben. Van benne romantika, van benne szerelem, emberi érzelmek, nem csak szerelem, hanem akár barátság, vagy akár gyűlölet is, tehát ebből a szempontból tényleg az érzelmek tárháza lehet. Tehát szerintem ettől romantikus, viszont nem cukormázas. Tehát például a mostani regényemnek is már az első része az egy elég brutális függővéggel ér véget, de a második részt azt már lezártam. Viszont én azért mindig hagyok nyitva kérdéseket. Meg itt sem arról van szó, hogy maga a történet lezárása az lehet olyan, hogy egymásra találnak a szerelmesek, meg akár összeházasodnak, viszont én mindig törekszem arra, hogy ne az legyen, hogy na és akkor boldogan éltek, meg nem haltak, hanem most is például két epilógust is írtam, és azért betekintést engedek a későbbi életükbe is, hogy hát például egy Vietnámból visszatért veteránnak azért nincs ilyen, hogy boldogan éltek, meg nem haltak, mert hát azért ezt nem lehet csak úgy az embernek maga mögött hagyni. Igen, ahogy meséltél nekem is, a realista szó az, ami leginkább eszembe jutott, hiszen az ember élete sem feltétlenül mindig happy end, vagy rózsaszín cukormáz, és nem is csak nem. A tragédiák sorozata, hanem ez így minden nem. Egyszerre. Minden van benne, igen, hála jó Istennek, hát ezt szerintem így van jól. A könyvárus lány az berobbant és top 10 lett, és ugye említetted, hogy ennek már megjelent a folytatása. Mi az, amire még mondjuk 2021-ben számíthatunk tőled? Most elkezdtem egy újat, ez nem titok, viszont én nagyon az elején tartok, de annyit el tudok volna mondani, hogy a 19. században fogom játszódni, tehát egy kicsit most más időszakba kalandozok. Azt már ugye előre látom, hogy valószínűleg ez is több kötetes lesz, azt meg nem tudom, hogy 2 vagy 3, szerintem 2, de az biztos, hogy szeretnék eljutni a 48-49-es szabadságharci. Tehát az első kötet az előtte fog játszódni, tehát így nagyjából reformkor lesz így a háttér, a történelmi háttér. A második részében viszont a forradalom szabadságharc, és ez azért nagyon izgalmas számomra is, mert erről a korszakról még nem írtam. Egyébként van kedvenc korszakod, amiről bármikor nagyon szívesen írnál akár? Igen, több ilyen van, például nagy kedvencem a 18. század, az úgy, ahogy van, de mondjuk így a közepe és vége, tehát már így Mária Terézia korától és akkor egészen a végéig, vagy pedig, hát ugye a századforduló, a múlt századforduló, az nem csak én vagyok így, a sokaknak egy kedvenc korszaka, de hát nem véletlenül, meg hát a 20. század. És mi a helyzet azzal, hogyha nem visszafele tekintünk egy távolabbi korra, hanem előrefele? Nem, az nem az én műfajom egyáltalán, az a helyzet. Én fogyasztóként sem kedvelem annyira ezt a műfajt. Én leragadtam a Csillagok háborújánál, az az igazság, és még hozzá annál a régi 3 résznél. Akár nézőként, olvasóként, de hát íróként meg aztán pláne, tehát nem érzek magamban ez iránt hajlandóságot, úgyhogy nem. És ugyanígy nem a fantasy sem az én műfajom. Elolvastam a Harry Pottert, meg elolvastam a Gyűrűk urát, tehát ott is túl vagyok ezeken a klasszikusokon, de igazából ez sem annyira vonz engem olvasóként sem. Zeneművészettel megyünk tovább, és a jó hírrel Tamás Attila elnyerte a Magyar Művészet Oktatásért díjat. Szia Attila, jó estét kívánunk! Hát gratulálunk szívből! Nem tudom, meglepette maga a hír, hogy elnyerted ezt a díjat, és korábban mit tudtál erről? Ez a díj 2002-ben
alapult, vagy akkor alakították, és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége volt, aki kezdeményezte ezt. Lényegében arról szól, hogy aki a művészetoktatás területén, akár intézmény, akár pedagógus, vagy intézményvezető, a munkássága által megkaphatja ezt az emlékplakettet. Nagyon nagy öröm volt, amikor megalapították a díjat, akkor a Vikár Sándor Zeneiskola volt az elsők között, az intézmények közül, aki ezt megkapta, akkor már nagyra értékelték a nyíregyházi munkát. És az, hogy most ennyi év után újra Nyíregyházára esett a választás, nem is intézményileg, hanem a személyemben, ez egy nagyon megtisztelő dolog, és úgy gondolom, ez a folyamatos szakmai jelenlétet, vagy az, hogy fent tudjuk tartani magunkat, nem csak mint iskola, hanem részt tudunk venni az országos körforgásokban, a művészeti versenyeken, ez a díj inkább ennek szól. Ez közelített a névnapodhoz egyébként, maga a díj átadás, vagy a hír? Maga a díj átadás az amúgy márciusban lett volna, és pont akkor jött a pandémia miatt bizonyos korlátozások, és ezért elhalasztották. Sajnos nem volt rá mód, hogy a 2020-as évben ezt személyesen átadják, és két ünnep között jelentették meg hivatalos az MTV-ben azt, hogy kik a díjazottjai ennek a plakettnek. Nos, hát akkor tényleg gratulálunk. Ugye Platón mondta, hogy ritmusra és harmóniára van szükségünk. Hát ezt Magyarországon már rengeteg diák tudja, legalábbis azok, akik valamilyen művészeti oktatási intézményben zenét vagy akár éneket tanulnak. Nyíregyháza meg hát különösen úgy gondolom, hogy a zene fellegvára több szempontból is. Nem tudom, hogy végeztetek-e statisztikát, hogy például azok közül, a diákok közül, akik a zeneiskolában tanulnak, azok hány százalékban választják mondjuk a zenei pályát? Hát ezt százalékos arányban így nem tudom most megmondani. Minden évben vannak pályára készülő növendékeink, és nekünk feladatunk is az, hogy a nagyon tehetségeseket úgymond pályára irányítsuk, nem csak versenyeken, hanem hogy a szakmáját válassza. A realitás az, hogy manapság nem feltétlenül egy ilyen zenepedagógusi vagy zeneművészi pálya az, ami anyagilag annyira vonzó lehet valakinek, és ezért a számok csökkennek. Azért minden évben 5-10 fiatal van, aki ezt választja. Én úgy gondolom, hogy az menjen pedagógusnak és zenepedagógusnak, aki ezt a csodát, amit mi művelünk, vagy amiben mi élünk, ezt jól át tudja adni. És aki ennek hivatásaként végzi ezt a mindennapokban, akkor úgy gondolom, hogy annak kell tényleg pályára mennie. Igen, én pedig azt gondolom, hogy tulajdonképpen a lényeg az a 90%, aki csak az életét teszi színesebbé, és megéli a katarzist, és a lelke csiszolódik, finomódik, és hogyha mondjuk komoly zenét hall a rádióba, akkor automatikusan nem kapcsol át egy másik adóra, de hát azért ehhez kellenek a pedagógusok, és kell az a fajta példa, ami mondjuk te vagy, aki ugye különböző területeken, tehát akár a színházban, akár mondjuk a Vidor Fesztiválon, mint utcazenész, és akár mint intézményvezető is ott állsz a gyerekek előtt. És én mindig, amikor így rád nézek, akkor arra gondolok, hogy úristen, akkora felelősség egy ilyen intézményt vezetni, és te egyáltalán nem úgy tűnsz, mint aki halálosan stresszes ettől a dologtól. Mi a titkod? Hát nem tudom, hogy van-e titka ennek. Én úgy gondolom, hogy én hivatásomnak tekintem akár az intézményvezetőséget, akár pedig a zenészséget. És célom is az, hogy valamilyen szinten példát mutatni a növendékeknek, nem csak közvetve, hanem közvetlenül is. És a kollégákkal is azon vagyunk, hogy minél több helyen lássanak minket a gyerekek. Ez egy motiváció számukra. És igazság szerint meg lehet tanulni zongorázni, fuvolázni, hegedülni és mindenféle zenelméleti példákat. Ebben élni, mint ahogy mondtad, hogy sokfelé jár az ember, sokat dolgozik, de mindig a zene veszi körül. Igen, ennek van egy csodálatos érája, az, hogy az ember ezzel foglalkozik a nap minden percében, vagy legalábbis a legtöbb percében, és ha ezt a csodát, amit én megélek, és számos zenész vagy tanár kollégám megél, ezt kell megpróbálni átadni a növendékeknek, és akkor biztos, hogy egy örök kapocs születik, nem csak az iskolához, hanem a zenéhez is. Attila, köszönöm szépen, még annyi mindenről szerettem volna veled beszélgetni, de elfogyott az időm. Én javaslom, hogy a nézők, hogyha most gondolják azt, hogy
hogy bárki a családban zenét szeretne tanulni, akkor első körben mondjuk a zeneiskola honlapján tájékozódjanak, aztán a későbbiekben pedig akár személyesen is kereshetnek majd titeket. Igen, hát várunk mindenkit nagy szeretettel. És köszönöm szépen a meghívást és a gratulációkat. Köszönjük szépen. Hogy az Attilához hasonló lelkiismeretes pedagógusok mennyire fontosak, arra remek példa egy másik zeneiskola. A Kodály Zoltán általános iskolában, bár nincs matematika tagozat, a negyedikes diákokból álló csapat mégis kiváló eredménnyel vett részt a bolyai matematika versenyen. A megyei fordulót és a Kárpát-medencei döntőt is megnyerték ugyanis. Nagyon sok laikus azt hiszi a Kodály iskoláról, mivel énekzenet tagozatos általános iskola, hogy itt csak a zene az, ami dominál. Ebben egyrészt igazuk van, hiszen ezek a gyerekek napi szinten foglalkoznak az énekléssel és egyéb hangszeres tevékenységekkel, de nyilván ez egy általános iskola, és a mi célunk is az, hogy felkészítsük a gyerekeket egy sikeres középiskolai felvételére, ezért a közismereti tantárgyak nagyon nagy hangsúlyt kapnak a mi oktatásunkban is. A tehetséges gyerekeket rögtön első osztályban már kiszemeljük magunknak, igyekszünk őket megkeresni mindenféle versenyekkel, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol ők tehetségesek, és ahol kiemelkedő képességeket mutatnak. Azok a gyerekek, akik a matematikában tehetségesek, azok is megkapják a lehetőségeket mindenféle levelezős és egyéb versenyekkel. Az elsődleges szempont az, hogy mennyire kedveli a tantárgyat, mert hogyha kedveli a tantárgyat, szívesen ül le mellé gyakorolni, szívesen próbálgatja magát, esetleg nehezebb feladatokban is, versenyhelyzetekben is. Tehát ez az elsődleges szempontunk, ezért már az első-második tanítónénik kínálják a gyerekeket versenyzési lehetőségekkel, és harmadik-negyedik osztályra, amikor hozzám is felkerülnek, akkor már látjuk, hogy ki az, aki megmaradt emellett a terület mellett, és ki az, aki esetleg más területen bontogatja a szárnyait. Milyen hangszereken játsz, és milyen zenei műfajt szeretsz? Hát, én hegedűn játszom, harmadikba kezdtem, és valójában szeretem a komoly zenét, szeretem a popzenét, hát valójában szerintem mindent szeretek, ami szembe jön velem. Van esetleg kedvenc előadód, vagy csapatod? Dua Lipa talán, popzené. Komoly zenében? Hát én abban a hegedűt nagyon szeretem. Hát külön írót, vagy hát szerzőt nem tudnék mondani. Mit szeretsz annyira a hegedűben? Hát a hangját, talán azt a legjobban, de viszont nagyon nehéz szerintem rajta játszani, de megéri, mert nagyon szép. Én már második óta járok zongora órára, és igazából már kiskorom óta szeretem a matekot, és jártam több matek versenyre is, és végül megtudtuk, hogy van ilyen csapatverseny, és ezzel a barátnőimmel beneveztünk rá, meg még jött velünk egy másik osztálytársunk is. Nagyon szeretek zongorázni, meg fuvolázni, de hát szeretem ezeket a szabad dolgokat a barátnőimmel lenni, festeni, és hát a matematikával igazából szeretem, de nem azzal szeretnék tovább menni. Láttam a furuját, nekem az a kedvencem, még tudtam kazuzni, nagyon szerettem, meg ilyen hápogós hangja volt, és még az unokatestvéremnek volt egy zongorája. Hát annyira azt nem tudtam, de élveztem. Mi a helyzet a matekkal? Azt mennyire szereted? Mit szeretsz benne mondjuk? Az a kedvencem, mert én óvodában már nagyon jól tudtam. Valahogy így ettől csak így megjött a iklet, és nagyon jól tudtam számolni, minden ment, nekem valahogy könnyű volt, de hát nem gyakoroltattam rá, könnyű volt. Ez évben szerettem meg szerintem legjobban a matematikát most karácsonykor, mert kaptunk egy vonatot, és azt lehet távirányítani, programozni, és apa mondta, hogy ennek a matematika az alapja, és azóta szinte minden nap programozunk rajta, meg hát apa mindig elmagyarázza nekem, hogy mi miért van, mi, hogy, és hát nekem ez így most nagyon, nagyon tetszik. Mivel akarsz foglalkozni akkor később, matekkal vagy hegedűvel? Hát, ez elég jó kérdés, hát csak szakma tetszik.
Hát, tetszik az állatorvos, és ez nagyon messze áll tőle, tetszik a hegedű művész, és tetszik a belső építész, aki így a házak belső terét megtervezi, és hát megfesti akár, hogy hasonlók, nekem ezek nagyon tetszenek. Hogyan tudtatok felkészülni most erre a bújai matek versenyre? Elmentünk a barátnőmhöz, ahol gyakoroltunk az apukájával, de az én szüleim is sokat segítettek, meg gondolom nekik is. Milyen feladatokat gyakoroltatok? A régi bolyai csapatversenyes feladatlapokat oldottuk meg. És hogy ment? Jól ment, hát volt, ami nehezebben, meg nyilván nem csináltuk akkor időre, mert akkor mindent megbeszéltünk, hogy hogyan lesz, és hogy csináljuk a versenyen. Átjöttek hozzánk a csapattagok, és apukámmal felkészültünk, és ez a verseny is online zajlott, hogy kinyomtattuk a feladatsort, mindenkinek volt egy feladatsora, és úgy oldottuk meg a feladatokat. Ahogy Nóri mondta, felosztottuk a feladatokat. Hát szerintem a országos volt a legnehezebb, de az is jól ment, és szerintem ezt tovább fogjuk vinni. Melyik volt a legnehezebb feladat? Hát szerintem természetesen az utolsó, mert mindig az volt a legnehezebb minden matek versenyen. Azt alig bírtuk megoldani, de végül hát szerintünk rájöttünk. Kimondhatatlanul büszke vagyok rájuk, mert nagyon tényleg zseniális, lenyűgöző, szép eredményt hoztak. Ez a verseny egy elég nagy tábort vonzó verseny. Egy nagy múlttal rendelkező, 2004 óta bonyolítják a szervezők ezt a versenyt, és hát az idei indulókra vonatkozóan nincsenek pontos adataim még, de azt el tudom mondani, hogy tavaly évben majdnem 50 ezer tanulót mozgatott meg ez a verseny, tehát hatalmas tábora van, és most a döntőben is 35 csapat versenyzett, egy részük országhatárokon belülről, de voltak országhatáron túlról is versenyző csapatok. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen megmérettetésen, és ahogy mondták a gyerekek is, hogy énekzenetagozatos iskolából jöttünk, több matematika tagozatos iskolának a csapatát, két tannyelvű iskoláknak a csapatát megelőzve, nem is tudom kimondani, tehát nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Persze a pályafutásom alatt voltak már hasonló szép versenyeredmények, de ezen a versenyen ez a legszebb eredmény, amit sikerült elérnem a gyerekeimmel. Tehetséges matekos diákok után tehetséges zenészekkel folytatjuk az adást. Január 23-án ugyanis ismét tehetségkutató lesz a Klub Hollywoodban. A részletekről Balog Attilával beszélgetünk. Szia Attila! Üdvözöllek, szervusz! Látszik, hogy nagyon lelkes vagy, végre valami történik. Valami történik, igen. Az elmúlt időszak azért az egy nagy pihenés volt, mondhatjuk. Vagy nem? Pihenés is, nem is. Igazából a zenekarok folyamatosan érdeklődnek, folyamatosan csörgött a telefon, hogy vajon ki mit tud, ki mit hallott, hogy állunk, mikor indulhatunk, mikor lövik el azt a bizonyos startpisztolyt, amikor is újra visszaállhat minden embernek az élete, mindenki visszakapja azt a szórakozást és azt az élményt, amire ő vágyik. Dolgozgattunk, de csak fejben. Hát végül is valóban ugye sokat beszélgettünk arról, hogy kik azok, akik a legnagyobb vesztesei, hát nagyon sokan vannak, de a zenészek egészen biztosan, bár hogyha ez egy nagyon kreatív és egy ilyen inspirációval teli időszak, akkor talán majd egyszer ebből ugye lehet akár a gyümölcsöt, vagy a mindenféle pozitívumot learatni, meglátjuk majd. Most viszont ugye ezen a tehetségkutató versenyen valószínűleg azokat várjátok, akik tényleg szeretnének egy kicsit megmutatkozni, esetleg eddig nem is volt rá lehetőségük. Igen, nagyon örülök, hogy Nyíregyháza ismét felkerült, vagyis már fenn is maradt az ország zenei térképén is, és a Hanosszal karöltve ez már a harmadik tehetségkutató lesz. Nyilván ez egy kicsit más tehetségkutató, mert az előző évekhez képest, ahol Kárpátaljáról, Felvidékről is jelentkeztek zenekarok, az ő érdekükben sajnos nem tudtuk fogadni, mert a jelenlegi korlátozások miatt ugye 20 órára este haza kell érni.
egy légtérben, egy időben korlátozott számú ember tartózkodhat, ezért olyan időbeosztást kellett készíteni a jelentkező zenekaroknak, hogy az egész napunkat igénybe veszi, viszont időpontra hívogattuk őket. Ettől függetlenül nagyon érdekes, nagyon jó zenekarok fognak érkezni. A zenei stílus minden szegmensét érinteni fogjuk a tehetségkutatón. Lesz lehetőség arra, hogy mindenki, mert közönség nélkül kell zajlania az eseménynek, de lesz lehetőség mindenkinek, hogy ezeket meg tudja nézni, mert az Öröm a Zene YouTube csatornáján a videók fel lesznek téve hanganyaggal, mindennel, mert hogy operatőr érkezik majd, a Hanosz által delegált operatőr érkezik. És akár szavazni is lehet majd, vagy az a zsűri dolga lesz itt a döntést meghozni? Négy tagú szakmai zsűri fogja értékelni a produkciókat, és ők delegálják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyíregyházi elődöntőjéről budapesti döntőre az adott zenekart. Hát ugye ez egy 3 millió forint értékű vetélkedő, a fődíj értékű vetélkedő, mind a mellett, hogy Nyíregyházán is értékes nyereményeket kapnak a fellépő zenekarok. Gyakorlatilag senki nem tér haza üres kézzel. És ki lesz a zsűriben? Hát a Hanosz igazgatója, a Remó, a zsűri egyik tagja, Pucsi István, a Budapesti Barbanegra Music Club zeneigazgatója, Pál Mihály, nyíregyházi hangstúdiónak a tulajdonosa, és Turcsán András, aki, hát mit is mondjak róla, hangstúdiója volt, gyakorlatilag zeneszerző hangstúdió. Zenei rendező, egy igen, szerteágazó. Úgyhogy igen komoly szakmai zsűri fogja értékelni a fellépőknek a tudását. Van még lehetőségre jelentkezni, vagy most már fogom van a... Már nincs. 10-én lezártam a jelentkezést, és már én otthon elő is zsűriztem, hogy ki az, aki igen, és ki az, aki nem fér bele ebbe a produkcióba. Sokan félreértették a felhívást, mert ez egy élő zene és hangszeres vetélkedő. Nagyon sokan jelentkeztek úgy, hogy zenei alapra szeretnének énekelni. Hát arra is van egy műsor. Mi hangszeres tehetségkutatót hirdettünk meg. Kár, mert tudod, imádjuk azokat az ilyen vicces előselejtezőket, amikor nem annyira tehetségesen, bár nagyon bátor jelentkezők jelentkeznek, de lehet, hogy nem akartátok ezt az igen nívós... Mostanában van időm, úgyhogy akkor otthon készítek egy adást ebből. Oké, na most köszönjük, Attila, már csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor láthatjuk ezt mi nézők mondjuk a YouTube-on. Én úgy gondolom, hogy a megfelelő utómunka után egy hétnek azért el kell telnie, és ezt természetesen a Club Hollywood oldalán is fogjuk majd reklámozni, hogy hol tekinthető meg, illetve ki fogjuk rakni a linket. Minden esetre január 23-án belecsapnak a húrokba a fiúk, úgyhogy mindenkinek szorítunk, és gratulálunk, neked pedig köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen a meghívást. Hát kedves nézőink, sajnos ennyi fért a mai Weekendbe, találkozunk jövő héten is, ugyanebben az időpontban, addig is kellemes pihenést, és hát nagyon jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!